A vasi jégkorongsport történelme az 1930-as évek végéig nyúlik vissza, de a 2000-es évekig kellett várni, míg saját otthona lett a hoki klubnak. A jégcsarnok alapkövét 2017. decemberében tették le. A tóffürdő mellett felépült több mint 4300 négyzetméteres létesítmény 2,5 milliárd forintból valósult meg. Közel egy éve a sikeres tesztidőszakot követően már rendezvények helyszíne volt a csarnok, mely a szombathelyi Pingvinek jégkorongklub otthonaként funkcionál. Közönség korcsolyázásra, oktatásra, jégdiszkóra is sor került. Nyáron energetikai fejlesztés történt. Néhány napja névadó szponzor is bejelentkezett. Ennek köszönhetően 5 éven keresztül viselheti az épület a Trendoptika jégcsarnok nevet. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Hende Csaba országgyűlési képviselő, Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára, köszöntőt mondott Nemény András polgármester és Gönc Szabolcs, a Szombathelyi Pingvinek Egyesületének elnöke. A sportvezetők egyetértettek abban, hogy az új létesítmény a sportág fellegvára lehet, ugyanakkor bőven van még megvalósítandó feladat. Elmondanám azt, hogy nem csak az élsport számára nyílik meg egy ilyen létesítmény, hanem nagyon fontos, hogy tömegeket vonzom, és mindenkit meg tudjuk nyerni a jövőben a sportolás számára, hiszen nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiatalokért, hogy letegyék az okostelefont, kilépjenek egy picit a virtuális világból, és eljöjjenek sportolni. Az ünnepség kísérő programokban is bővelkedett. A család valamennyi tagjára gondoltak a szervezők, akik kvízjátékok, sportos hokis feladatok teljesítésével tölthették el az időt. Különböző ajándékokért ragadhattak ütőt a gyerekek, akik testközelből figyelhették meg a nap főprogramjának szánt mérkőzések főszereplőit. A hivatalos ceremóniát követően történelmi pillanat következett, hiszen Szombathely sporttörténelmének első Erste-ligás élvonalbeli jégkorong mérkőzését rendezték a jégcsarnokban, a Feha 19 Újpest összecsapást a Feha nyerte 3-2-re.